Dr. Mester Ádám vagyok, radiológus, és a lézerrel úgy találkoztam először 1965-ben, amikor én még gimnazista voltam. Az én édesapám, aki akkor sebész professzor volt, kezdett Magyarországon elsőként lézer orvosi alkalmazást. És én akkor érdeklődtem és néztem, és hát akkor még nem csináltam, csak néztem. Akkor még csak kísérletek voltak, ugye 1965-től 72-ig kísérletes munka folyt, ami a lézernek a biológiai hatásait vizsgálta. Ez egy újszerű dolog volt, mert addig az orvosi irodalomban csak a lézernek a úgynevezett fénykés, tehát a light scalpelnek mondták, arra használták, hogy szike helyett ezzel vágjanak. Az első a világon az én édesapám volt, aki sebész professzorként azt találta, hogy a lézernek, ha nagyon kis dózisban adjuk olyan kevés mennyiségben, hogy ezt a beteg nem is érzi, vagy az állat nem is érzi, akkor ennek vannak a biológiai folyamatokat serkentő következményei, hangsúlyozni kell, hogy a dózistól függően. Ez nagyon sok részben sejt, részben állatkísérletet követően bizonyítható volt, és ezt követően jöttek emberi vizsgálatok, olyan sebeket először sikerült begyógyítani, amik egyébként nagyon gyenge gyógyhajlamot mutattak, vagy egyáltalán nem volt gyógyhajlamuk, és ezeket sikerült begyógyítani. Aztán később az is kiderült, hogy nem csak a sebgyógyulást, hanem más gyógyulási folyamatokat is lehet serkenteni. Például kiderült, hogy ha valakinek olyan sokizületi betegsége van, aminek lehet egy seb is a részjelensége, itt a képen mutatunk egy ilyet, akkor nem csak ennek a sebnek a gyógyulását, hanem a az izületi gyulladásnak a csökkentését is a lézerrel el tudtuk érni. Ebből aztán szintén született tudományos munka, több is, és kiderült, hogy fájdalomcsillapító hatása is van a lézernek, sőt, kiderült, hogy a vérkeringést is javítja, illetve az új erek képződését sebgyógyulásnál lesz fontos, szintén serkenti. Ezeket a folyamatokat együttes néven biostimulációnak nevezte el az édesapám, és azóta is ez a világirodalomban az egyik elnevezés sok más mellett. Mutatunk egy képet, ahol az FDA, Food and Drug Administration, amerikai nagyon szigorú szervezet, honlapján is már a lézerbiostimuláció, így, hogy lézerbiostimuláció, tehát ez egy hungarikum, csak az elnevezés nem magyar, ez szerepel, úgy szerepel azok között a gyógyeljárások között, ami az úgynevezett bizonyítékokon alapuló gyógyeljárás. Tehát ma már nem vitatják azt, hogy tudományos kísérletekkel és orvosi tapasztalatokkal is alátámasztva a sebgyógyulást, a gyulladáscsökkentést, a fájdalomcsillapítást, a funkciók gyengeségének a javulását lehet serkenteni. Ezek olyan folyamatok, amik a lézer nélkül is mennek, és sok esetben lézer nem kell ahhoz, hogy egy beteg meggyógyuljon. Hangsúlyozni kell, hogy tehát olyan emberekről van szó, akiknek a gyógyulása önmagától nem eléggé megy, de ilyenkor a lézernek a segítsége azt átbillenti, azt az egyensúlyzavart, ami fennáll. Az is kiderült, és ez a nyálkahártya betegségek besugárzása során derült ki, hogy nyálkahártyasebek, nyálkahártyafekélyek is szépen begyógyíthatók voltak, sőt, az is elérhető volt, a török Attila főorvos úr találta ezt ki, hogy ha endoszkóppal egy gyulladásos bélfalat könnyen bevilágítható nyálkahártya részeket megvilágítva, kiderült, hogy az egész bélfekélyesség, mondjuk krombetegségnél vagy colitis ulcerózánál gyulladásos vastagbél betegségeknél az a bélszakasz is meggyógyult, amelyik nem került megvilágításra. Ez azért nagyon érdekes, mert ebből az derült ki, hogy vannak távolsági hatások, úgynevezett szisztémás hatások. Tehát, hogyha egy nyálkahártya felszín lézerfényt kap, akkor ennek valahol máshol is lesz azért hatása, mert a sejtek
erre válaszolnak. De nagyon fontos azt tisztázni, hogy nem a lézer önmagában, mint fizikai hatás, ez az erős lézernél így van, mert ott a lézer, mint fizikai hatás, mondjuk egy sebvágásra használható. Itt most nem erről van szó, itt arról van szó, hogy a lézernek adott dózisban van egy olyan biológiai választ kiváltó hatása, hogy a szervezet válaszol a lézernek a bizonyos biológiai, fizikai tulajdonságai hoznak létre egy választ a szervezetben, és ez a válasz, ez a szervezet sejt működéseit abban az esetben, ha ezek meggyengültek, segíti. A normális sejtekre a lézernek nincs ilyen hatása. Ez olyan, mintha C-vitamint adunk egy betegnek, akinek nincs C-vitamin hiánya, akkor semmi nem változik, de ha vitamin hiányos a beteg, akkor a C-vitaminnal meggyógyítjuk. De a lézernek is az a lényege, hogy semmiféle kóros következményt nem tudunk vele csinálni, szemben sok más gyógyító eljárásnak, aminek lehet mellékhatása. A lézernek semmiféle mellékhatása nincs. Ha éppen a sejt nem képes ezt a hatást magába beépíteni, akkor semmi nem történik. De a betegsejt, amely alul működik, gyengén működik, az a lézer hatására képződő biológiai anyagokat hasznosítja, és ezek a biológiai folyamatokat serkentik, például az ATP szintézis bizonyítottan, majd ilyen képet is mutatunk, sokféle kísérlettel bizonyították, hogy ez az egyik kulcs. Hangsúlyozni kell, hogy olyan sejteknek, amiknek a betegség miatt éppen nincs jó ATP szintézise, mert ha jól van, akkor hiába sugárzunk lézerrel, megpróbáltuk, és akkor nem fog még jobbá válni. Murphy törvénye szerint a jót nem kell megjavítani. Tehát a lézer így működik, a beteg sejt, a gyengén működő sejt képes ennek a hatásnak, a sejtkentő hatásnak a fölvételére. Végül egy nagyon fontos különbséget mondanék, mint radiológus. Ugye használunk röntgensugarat és gyulladás csökkentésre. A röntgensugár gyulladás csökkentő hatása az pusztító jellegű, tehát bizonyos sejteket kinyírunk vele, sajnos sokféle sejteket kinyírunk vele, ebből vannak a mellékhatások. A lézernek a biológiai hatása egészen más. Ő nem úgy csökkent gyulladást, hogy bizonyos sejtfunkciókat lerombol, hanem más. Itt arról van szó, hogy ha a gyulladást csökkentő sejtek a szervezetben egy szisztémás betegség miatt rosszul és gyengén működnek, és amúgy van gyulladás, mert ezek a sejtek nem teljesítik a feladatukat. Ha ezeket a sejteket mi lézerrel besugározzuk, ezek az úgynevezett szupresszortő sejtek, a gyulladást gátló sejtfunkció kiesett, és ez gyulladásos betegségben bizonyíthatóan így van. Nos, a lézer ezeket a gyengén működő gyulladást csökkentő sejteket serkenti. Tehát itt is biostimuláció van, itt a gyengén működő gyulladást csökkentő sejteknek a biostimulációja a hatás lényegében.